Tavaly több mint 4000-en kerekezték körben Nyíregyházát a Bringa Város 7.1 rendezvényén, a kísérő programokon pedig közel 4000-en vettek részt. A sport és a közösségi programok népszerűségét tapasztalva a szervezők úgy döntöttek, idén is megrendezik az ingyenes eseményt. Tavalyhoz képest ráadásul több mint 10 kilométerrel bővült a megyeszékhely kerékpárút hálózata. Fontos az, hogy a közlekedési kultúránkat, a biztonságos közlekedést erősítsük. Fontos az, hogy az egészséges, sportos életmódra hívjuk fel a figyelmet. Az is, hogy megmutassuk a kerékpárhálózatot, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, főleg az elmúlt egy-két évben épített új kerékpár utakat. És hát az is fontos, hogy ezek 11 város részben közösségi programok is, és hát nagy közösségi program az itt a Kossuth téren lesz. Idén is lesz verseny a városrészek között egy görgős kerékpár segítségével, amelybe a városrész lakói tekerhetik a kilométereket. Tavaly a legsportosabbnak Józsaváros bizonyult több mint 130 kilométerrel. Idén azonban 4 új kihívója is lesz, hiszen új városrészek kapcsolódtak be a rendezvénybe a kerékpárutak kiépítésének köszönhetően. A múlt évéhez képest annyi változott, hogy 7 külső helyszín volt és a Kossuth tér, idén 11 külső helyszín lesz és a Kossuth tér. Ugyanúgy 14 órakor fog lezáródni mind a görgős kerékpároknak a tekerési lehetősége, és fognak a városrészek csatlakozni a Kossuth téren egy egységként. Lesz még annyi változás az idén, hogy kerékpárszékségi eseny lesz 9 óra és 10 óra között. Ilyen menetlevélen kell majd gyűjteniük napközben a pecséteket a bringásoknak, hogy délután azokat értékes ajándékokra válthassák. Már 4 pecsétért is ajándék jár, akik azonban mind a 18-at összegyűjtik, egy sorsoláson vesznek részt, amelynek nyereménye egy vadonatúj kerékpár. Idén 100 városrészenként eltérő színű póló várja az indulókat. Szeptember 28-án az egész napos programokat este 7 órától Kowalski meg a Vega élő koncert zárja.